Megnézed a izédbe? Majd? Ott vannak a műanyagok. Az üveget könnyebb sterilizálni. Gondolkodjon, doktor Saroyan. Ráadásul néhány vegyület fogja a műanyagot, sőt, még a gázt is átereszti. Törhetetlen üveg. Ja, mit csinálják neked enni? Jaj, ne! Én csak itt nem látod, ha írnak. Mi? Jaj, ne! Ismerem ezt a nézést. Hát már írta. Tényleg? Itt nem is mutat semmi. Sziasztok! Szia, szia, szia! Hello, szia, te live-azol, hello! Ja, itt van, aha! Szia, te hogy látj, aha! Na, hello, kazi! Köszi! Sziasztok! Dr. John, de imádom! Ja! Sziasztok! Hát ez egy ilyen próba live! Gyerekek! Sziasztok! Hogy van ez megfordítva? Ja, így van. Csősztök! Szia, Valentina! Milyen a minőség, Tina? Igen, mikrofon próba, 1-2. Sziasztok, hogy Zoli live-ozik? Hát csak próbálgatom a live-omat. Ilyen minőség ellenőrzés, meg ilyenek, hát nem mondod, gratulálok. Szia, Zsuzsi! Milyen a minőség, gyerekek? Mondjátok már meg. Szia, Tina! Szia, Tina! Szuper, végre live, Zoli! Na most akkor főzzél is, jó? Per nekem, amúgy nagyon jó a minőség, szuper. Na jó van. Örvendezik néki. Melózol. Most nem melózok. Ne küldjetek már mindig dolgozni. Jó a minőség, oké. Megkaptam a laboromat, Zoli. Nagy szoszi, Zoltán, nagyon intelligens, finom úriember vagy. Hallottad ezt, Tina? Még kinevet. Tina, hol van? Itt van mellettem. Már benyomott egy fél pizzát. Milyen fél pizzát? Miért hazudol? Ennyi, gyereket. Két szelet, az nem egy egész. Sziasztok, Tina, Zoli. Hát koleszterin, vizelet, falsó, ezek nem jók. Rendelt magának egy ilyen... Milyen ez, Tina? Sonka, kukorica, ananász. De hát nem valami jó. Nem jó? Hát elmegy. Ennyi, nem igaz, egyet ettem én is. Itt a Bori mama, Gyuláné Horváth. Az ő? Igen. Szia! Igen, szerintem... Ja, hogy Melo... Igen, minőség ellenőrzés van, Zsuzsi. Igen, az van, minőség ellenőrzés. Hiába nevet az édesed, ő rá nem vonatkozik. Sziasztok! Szia, Katalin! Egészségedre a pizza, köszi! Na, a szoszi van veletek, gyerekek! Mi van, Tina? Bori mama puszi. Hát én nem is tudtam, hogy ez a Bori mama. Álljatok, gyerekek! Jó, itt vagyok. Szia, István, szia! Na, szoszi van veletek. Na, elég jó lesz ez. Elfáradtam sok volt ma a meló. Hát... nekünk is. Zeli, a maradékot ezen a csatornán is megkaphatja, Rita. Szia, Rita! Ott, hogy nem látom az ő íre. Ja, ott van! Hát, hát ha jó viselkedsz, akkor igen. Sziasztok, Zoli bátyám, sztár vagy, hallja meg! Hallod ezt, Tina? Tina, hallod ezt? Zoli, hogy vagy? Jól vagyok, köszönöm szépen. Úgy vették le a vért, hogy már vérvétel után
kezem, aztán most Eli zöld szarul szúrtak meg. Úúúú, sajnálom! Nekem nulla nézőt. Nulla nézőt? 88. Sziasztok, Mizu veletek! Szia, semmi, ez egy ilyen próba live, gyerekek. Mert még a sima YouTube-ból még nem tudok live-ozni. Ez ilyen stream program. Csak kíváncsi voltam, hogy milyen. De azt hittem, hogy rossz minőségű, vagy valami. Nincsenek ma di? Nincs! Még itt nincs, hát ez még kis csatorna, Melinda. De majd... Nyugi, lesztek itt is. Köszönjük nélkületek, már nincs jó este. Köszönjük, Mónika Balázs. Tényleg, hol kell a lájkot? Nem tudom, nagyon jó a minőség. Tényleg? Tina lesz az operatőr? Nem kell nekem. Lehettek Ain. Legalább nem kell nekem mindig. Ja gyerekek, hát mindjárt mutatok valamit. Info van, várjunk egy kicsit, legyünk ezren. Tudjátok, Hulaven a live-o. Szia, szép estét, Zoli, Tinus. Azt hittem már ma nem lesztek. Dehogy nem. Leszünk. Nyomtam a lájkot. Szia, Anikó! Szia, Katalin! Köszönöm szépen a lájkot! Na, vagy te se lájkolod. Légy szíves, lájkoljál már, jó? Mert nyakon váglak. Szia, Tina, puszunk titeket Ibolyámmal. Szia, de minőség nagyon jó itt. Tényleg? Látod, Tina, milyen jó a minőség? Nagyon jó a minőség, Zoli. Jó van, örülök neki akkor. Én is nyomtam. Csak én itt nem látom, mert ugye én nem, most nem a YouTube-ból látom. Nem becsire moderátor. Kit? Engem. Biztos, hogy nem teszlek be. Engem én nem teszel be a tiédbe. Szia, Valentina. Gratulálok a... Igen, 1300-a leszünk lassan. Most már majd teszek föl valamit. Videókat. Na. Viszont azért akartam mondani, hogy vettem valamit. Szóval kölcsön adott neki. Én is sok sikert mutatom. Ez volt a pénz. 10 lepedővel tartozott, és nekem kellett a pénz. Ki szervezte a partikat? Nem tudom, nem akartam belekeredetni. Pedig bennem van, és nem működik egy dizetárat. Gyerekek! Lehetek a egyik modit. Várjatok, gyerekek, hát hagyd meg. Vége lesz a live-nek, megy a live, mert nem tudom, hogy kell. Tévét kapcsold már ki, Marej. Hangos a tévé? Tényleg, vedd már lejjebb. Nagyon jó a minőség, sziasztok. Tina, te tévézel? Igen. Hát tőletek még az se lehet. Tinámat láthatjuk. Egy így. Várjál, lehúzom. Hello! Én döglök. Na jó vagyok. Kedvenc ananász nélkül, jó a kép, a hang. Jó van. Csövesbe vagyok. Csak ezért léptem föl, hogy milyen így a minőség, meg a hang, meg ilyenek. Mutasd már, na! Várjál már, Rita! Ne izé, mert... Evjél már még pizzát, Zoli. Nem kérek, én nem szeretem azt. Akkor mi mondtam, mondjad, hogy miért rendeljek, na de. Mert tényleg nem, leszek levest, még van leves. Nekem az jobban bejön. Begyűn a leveske. Így, olyan jó színes. Tényleg? Tina, mutasd meg, hogy kell lájkolni. Nem tudja. Szia, Zoli, ma kaptam meg a harmadik Covid elleni véldoltás modernát kaptam. Nem vagy beteg? Remélem, nem vagy beteg. Na, gyerekek! Hát én vettem magamnak egy profi kamerát. Mert ez már el kellett. Ez a GoPro Hero 7-est. Olyan fasz ez a kamera, olyan pici, és olyan videót csinál, hogy pfú, nézzétek meg, milyen pici az egész. Ekkora. Úgyhogy most már nem kell a telefonnal szarakodnom. Így van, látod? Nagyon komoly kis készülék, kiléptem az előbb is ott, utána visszanyomok a szemére. Sziasztok, gyerekek! Na, úgyhogy majd ezzel fogom majd szia, a videókat készíteni.
Mit teszel? Pizzát? Tina, gyere be live-ba. Jó megy sorsod, persejből van? Nem. Vettem neki, már ítéltek. És akkor nézzétek meg, van hozzá ilyen kis állvány. Rögzít mindent a GoPro kamera. Igen. Van hozzá ilyen, ilyen kis állvány. Nézzétek meg. Akkor... Nánási Pali nyomodukban nem léphet ezzel a GoPro-val. Igen, nagyon jó. Akkor van hozzá egy ilyen nagy. Nézzétek meg. Ez is van. Szépséges asszonyat, hol van? Itt vagyok. Mesike. Ó, mesike. Milyen patent kis, ugye? Csak most eszek. Van ez hozzá, van ilyen. Hát muszáj gyerekek, mert én szeretem, ha egy videó minőségi videó. Rossz minőségű videókat nem szeretem. Ilyen patent kis szerkentyű, merkentyű. Úgyhogy, gyerekek. Na mi van, nem eszel már? Tina, gyere be, csajá. Eszek, mó! Nem, már szégyellős vagyok. Mert miért? Hát, mert ilyen csövesen vagyok. Ó, Isten, mi megy a tévébe? Nem tudom. A doktor csontot nézem, ha hagyna. Szia, Tinám, jó étvágyat. Köszönöm. Képzeld, hogy nálam a munkahelyen megkérdezték az ahogy lehet vele külön... kukolni Tinát, hogy mit csinál, ha nem vagy otthon. Tudom! Ja, ne is mond! Tudom, hát szerinted miért vettem? Majd most lebukik már amúgy. Dehogy vagy csöves, te mindig csini vagy. Dehogy vagyok csini mindig, itt így vagyok. Így szép vagy. A fejét lássátok itt a sarokba. Tina, jó sokat hisztál. Nagyon. Ó, more. Egy mázsa 100 kilo vagyok. De hova? Bokára? Na, Tina, lebuktál. Hogy? Sziasztok, szia, itt vagyok, megjöttem. Szia, Milán! Tina, gyere már be. Hát itt vagyok. De hogy hízott. Info, info, ulave. De ha híznák is, akkor mi van? Hát én nem info, tudom. Info, ulave, no. Ulave, no, live van, gyerekek. Ma szeretném olyan szépséges kinézni otthoni ruhába. Ó, dehogy is. Gyorsan felkaptam, fáztam. Sziasztok, hello. Na. Mit főztetek? Ki mit főzött? Melyik Tina hízott? Vedd le a szemcsidet. De szeretem. Én biztos nem fogom beoltani magam. Semmi nincs, semmit foglalkozik. Láttad, kivel jár még Zuglóba? Rakd az autóba, láttad, kivel jár még Zuglóba? Már be tudom mindenhova tenni. Semmi foglalkozik azzal, hogy hízla le, én is szedtem fel, és akkor mi van, jó sarunk ennyi, ha nem? Milyen jó tartanak a körmény, amúgy Tina, tényleg nagyon jó a körmény. Amúgy csalos, mert úgy tűnik a live-ba, de amúgy videóban meg amúgy látszik, hogy mégse híztál. Jó nagy már a hajad, Zoli. Hát ja. Melyik, milyen módba veszed föl? Micsoda? Ez a hülye FFP vagy mi? Az mi? FFP? Hogy így szétnyúlik. Maszk? FFP maszk? Hogy így szétnyúlik minden. Ja, hát széles látókörű. Széles látókörűbe vesz, azért látszik úgy, hogy híztam. Mert egy jobb a minőség a széles látókörű. Én rendelt kaját eszek a héten. Jó megy. Karfia leves, rántott karfia. Jaj, de finom zsurc. Jó megy sorsotok. És semmit marvasnál voltam ezzel gyógyszert. Szia zsurcikám. És semmit sem tudnak még, mi újság. Szép vagy, Tina, köszönöm. Jaj, gyerekek! Szoszi van, Tina. Semmi. Hogy vagytok? Köszönöm. Jó vagyunk. El vagyunk, gyerekek. Na, hát akkor jó van, jó lesz ez így, gyerekek. Na, megfelel tudni a izét. Micsoda? Oldalad. Hát, ja. Nem tudom, mikor enged a rendes YouTube-ról live-ozni. Jó, Laci, Tina. Köszcsi! De... megcsinálom a brokkolis besemeles húst, a te receptedet. Ó, de jó ja, az! Jaj, pont valamelyik nap akarok csak karfiollal csinálni, krumplipürével. Kéne szerintem megint holnap. Amúgy. Mi?
Csinálni olyat. Hát csinálok. Én most jöttem haza reggel, ott dolgoztam, de most bedobtam sülni hurkát, kolbász. Hú, az jó. Jaj, nekem is van hurkám. Töltött paprikát, fasírtot, meg kirántott hagymakarikát. Ó, de jó az. Szuper. Aranyos vagy, Milán. Lecsós csirkeme, szeletek, rizs, meg most hamburger. Az jó, meg sorsotok. Mindenkinek. Jaj, a derekam, gyerekek. 144 néző, Zoli, gratulál. Igen, köszönöm szépen. Jó sokan vagyunk, 166. Na, csöves. Na, sátok. De ennek a kis kamerának úgy örülök. Tina, tegnap voltál dolgozni, igen. Estére gondolsz, este. Szia, Zsuzsim, hogy vagy? Sziasztok. Tina, vagy tegnap voltál dolgozni? Persze. Voltam. Így kapunk ötleteket, mi is így főzünk. Nézzék, jól vannak. Igen. Jól vannak a mézék, Tina? Jól. Nagyon menő ez a kis kamera, tényleg baromi praktikus. Igen. Most jó hallózni valókoszt embernek körögjön a gyomra. Most leveszlek titeket. Holnap céklás raguleves, meg csirkepaprikás nokedlival. Az jó, de azt még nem ettem, céklás raguleves. Este, sziasztok, főzünk kocsonyát, na mit szóltok? Jaj, én nem szeretem. Nézd, hogy tudja kiolvasni. Igen, mit csinálnak? Nincsenek itthon, sziasztok. Na akkor a lájkot nyomjuk meg mindannyian. Ja, nyomjatok egy-egy lájkot. Nyomjatok egy ilyet. Használd egészséggel, Zoli, a kamerát. Köszönöm szépen, de milyen pici, mi? A sóbors őrlőt, Tina, beüzemelted? Hát nem, majd holnap veszek elemet, mert ma nem voltunk sehol vásárolni, de majd holnap. Holnap főzök, szerintem... Imádlak titeket, videót csináltuk nagyon. Na most szépen levideózlak titeket. Sziasztok, szép estét mindenkinek. Mosolyogjatok, mert benne lesztek a tényleg. Na mosolyogjatok, majd fölteszem YouTube-ra a gyerekek. Kutyik alszanak a séta után. Én úgy jól laktam, gyerekek. Meddig dolgoztatok? Mikor jöttünk haza, Fina? 1:30. Mindenki mondja cheese. Igen, mindenki cheese. Tina, ezzel meg tudod majd mutatni, hogy tudsz úszni. Ja. Igen. Most este eszek majd zserbót, adok a koleszterinnek. Az első live. Igen. Sziasztok, tudnátok se, hogy milyen alomból vagy tenyésztető érdemes olyan kutyust venni, mint a méziék. Szeretnék egyet, és a tiétek olyan szépek. Hát sajnos már kitől vettük, az már nem foglalkozik olyan, hogy nem is tudok ajánlani senkit. Mert oké, most megveszed kicsinek, de hát az nem biztos, hogy kicsi lesz. Mert rámondják, hogy mini, aztán csak látod, hogy lesz 3, 4 kiló, 5, 6. Ja. Ti szeretitek a macskákat? Én nem, hát el vagyok velük, de inkább kutyapárti vagyok. Lacika, jó, köszönjük, te jól vagy. Zsuzsinál is milyen jó dolguk van a farkiéknak, kis cukrok, hát nagyon. Mizus, meséljetek. Hát semmi különös. Sziasztok, Tina és Zoli, nem jött értesítés. Hát mert mikor vettétek a farkiékat? Hát a farkit 4 évvel ezelőtt, a mézit meg már 8. 7 vagy 8, nem tudom. Ja. Ja. Neked küldött értesítőt, nem? Ha nem. Nem? Nem. Hát jó, de most nem a YouTube-ról live-ozok amúgy. Sziasztok. Végre. Na jó van, gyerekek. Ennyi volt ez a próba. Csak próbáltam egyet. Sziasztok, végre elkapta a titeket live-ban. Szoszi van a mikrofonoddal. Azt sem tudom, már hol van ez a mikrofon. Én egyből kaptam. Zoli, honnan live-ozol? Ez a Streamlabs.
Mikor lesz az esküvő? Hú, nem tudom, nekem küldött. Hát nem tudom. Puszi drága Zsuzsim. Na gyerekek, átlépek a tináéba, gyertek oda át. 192-en vagyunk. Hát nem baj, miért lépsz át? Dezen live hozzál. Berki be a sziasztok. Sok siker továbbra is. Köszönöm szépen. Mesikém, hol vagy? Nem tudom, hol van Mesi. Nem tudom. Ó, gyerekek. Köszönöm a befogadás Facebookon. Hát ezt Tina intézi, szerintem. Tiszta tömeg van itt, Zoli. Hogy vagytok? Üdvözöllek a Viktor a Tinát. Üdvözli a Viktor a Tinát. De szupicuc, ilyet még nem láttam. Gratulálok. Nagyon jó. Szevasz, Zoli. Hanyagolod a tornatermet. El is mond. Most már rá kell vennem magam. Tina visszahúz amúgy. Ja, persze, miért én húzlak vissza? Ne, gyere, gyere, feküdjünk, pihányunk egy kicsit, az szevasz. Most nem fogok ráhallgatni, mert már nem sok idő van jövő nyárig, gyerekek. Úgyhogy bele kéne húzni. Tinus, bírod még a hajacskád nélkül? Igen, persze, bírom. Hogy ne bírnám? Mikor lesz edzőtermes live? Hát edző live nem lesz, hanem most már lesz az a kis kamerám, úgyhogy ezt már tudom vinni mindenhova, és azzal fogok mindent fölvenni. Zoli, nálatok is esik az eső? Most nem. Sokan vagyunk, sziasztok, Zsuzsi, ölelés. Igen, nagyon sok, ahhoz képest, hogy első live gyerekek is 184-en vagyunk, úgyhogy a Balaton maradtak, nézzék. Hát most picit ott hagytuk a Zsuzsinál őket. Mikor lesz a folytatás edzőteremben, hogy edzetek mind a ketten? Szerintem hétfői naptól. 88. live ebből a második oldalból. Legalábbis élőben. Hát élőben nem, Roland Milán nem lehet élőben. Azért edzeni is kell, nem csak a videóval foglalkozni. Most milyen protein fogyasztol? Hát, megmutatom neked. Jó. Ilyet. Ez a quattro protein. Most ezt fogyasztom. Mind a két telefonon ti mentek. Száznyolcvanöten vagyunk. Na, szép. Te mit nézel? A szülését annak a valakinek? Mm-hmm. Hát ez nem fizetős? Nem, kinek ez lesz fizetés, amikor világra jön. Utolsó 5 perc. Úristen, kit érdekel? Hát már téged is nagyon kedvelünk, Zoli. Igen, tudom, és nagyon szépen köszönöm nektek. És mivel így szerettek, teszek fel jó tartalmakat majd. Elkényeztet. Fogok nektek tartalmakat gyártani. Már megy a Ninja Warrior TV2-n, csak ugye... Még egy izére kell befektetnem, még egy majd egy jó laptopra kell, és akkor szuper minőségű videókat fogok nektek csinálni. Most már kamerát megvettem, majd még spórolnom kell egy kicsit egy jó kis laptopra. Nyerő páros majd az RTL klubon lesz. Ó, oh, gyerekek! Tina, milyen videót nézel? Ez a, hogy a Berki Mazsi vajódik.
Igen, gyorsan sem kommenteltem. Sztereóba megy nálad a live, Zsuzsi. Igen, ne arcoskodj már, Csori. Jóban már, extra vagy Zoltán. Milyen furcsa, hogy Tina ilyen csendben van, én már minden nap nézek, ilyen kedvesek és emberek. Köszönjük szépen, Dóra. Szoktam néha csendben lenni. Ez ritka alkalom. Tina, hol megy az a valami? Hát nem tudom, hogy keveredtem, valami teleportom megy. Nem tudom amúgy, hogy kerültem ide. De ez most élőbe megy? Élőbe! 10 000 nézik őket. Nóra, ez is a pénzé mindent megtesz. Tudod kivenni? De az más, hogy csinálsz egy kis videót, vagy ízért, de hát most a Nóra szülést levideózni. Zolikám egy jó mikrofonos videót csinálhatná. Hát a eszközöm megvan. Hozzá, gyerekek! A kis okos eszközöm. 176 néz. Bel Krisztián veszi videóra. Hát tudom. Nem a Belki veszi. Nem? Nem. Fölvettek valami operatőrt, nem? Szerintem igen. Nem, hogy fölvett volna engem operatőrnek. A Berki. Azonnali beavatkozás vár ma Zsira, akkor meg fogják műteni most, vagy mi? Honnan tudja? Hogy ver a szíve, hallod? Az az. Aha. Ez. Azt kellett volna még neked. Hát simán elvállaltam volna. Isten, ezek... Tina, ne mondjad, hogy mert mindenki kilép, aztán azt nézi. Hát most miért? Hát... Menjetek, ha fontosabb ők. Jaj, te meg ne legyél már. Megértem, hát azért csak a Berkiék. Szerintem saját magadnak... Még oké, de kitán az ország világ. Na, az igen, ezt mondom, Tibikém. Ez annyira intim dolog. Tina, mondd már meg, hogy... Ment a szülés, mert nem. Már mutatom nektek. Még nem szül! Kaja, promózzuk. Ott van, hogy a rossz indulatú kommentelők és trollok kiszülés érdekében a legkisebb Berki utolsó 5 perc születésnél 1490. Ha. Már átrakadtad a téli gumi? Már igen. Már igen. Én ki nem lépnék, na jó van. Köszönöm szépen. Ja, császározzák. Az se százas, aki fizet érte. Hát biztos, hogy nem, még ingyen se nézném meg amúgy. Nem, hogy még fizessek 1500 forintot. Én nem azért nézem, mert a Berki, mert érdekel a szülés. Meg se született, de már pénzt keresnek rajta, ja. Abba 1500-ből megyek, azt jó, kitakarítom az autót, még 2 is, nem megyünk sehová. Jó van, köszönöm szépen. Én nekem Tina és Zoli fontos, itt maradok inkább. Jó van, megértem én, na, gyerekek. Na, visszanézek. Mit látok ott? Kocka nadrág, imádom. Hol van spondja? Igen, ott van. Itt van. De ki nézi azt, hogy hogyan szül van? Hát én, már sokan fogják. Ha most nézik 10 000-en. Már most. Mindent megtesznek pénzért, intim pillanat a szülést, ne hagyjuk. Hát így van. Azért már a szülés az... De ez most csak a vajúdás a gyereket. De azt is fölveszi, ugyanúgy. És akkor mi van? Megyünk igen dolgozni, puszi nektek. Maradunk veled, Zoli, ne is értsél meg minket. Dehogy sértelek, Tibikém. Ugyan kit érdekel, Berki, 1000-szer fontosabbak vagytok. Ó, de fajnak, Berki, most annyi fajnak, viszont Kecskeméti. Habos sütem, így. Na, szaszi, Tina. Semmi. Nem veszed át egy fél pillanatra? Szedek magamnak levest, éhes most vagyok. Én nem tudom, mert megy a kisinit, de majd én szedek neked levest. Ami óta kellett. Jó. Szerintem, ha nézhetek titeket, maradok veletek. Ó, de fajn, Tina, akarsz élőben látni, akkor hajrá, lépjetek ki, aztán úgy
Na, Zoli, ti veletek nézi titeket, meg megnyugszok örök hála nektek. Tina, hol megy a szülés, melyik appon? Hát én nem tudom, melyik applikáción megy. Nem is nagyon érdekel. Mennyi az idő, gyerekek? 3:49 van. Na, azt ti hogy vagytok? Jó, minden! Jaj. Berki, Mazsi, mert bármelyik pillanatban szülhet. Főzős videó lesz, Zoli? Hát ma már nem. Mivel nem főztünk ma, majd holnap. Állítólag kislányt fog szülni. Hát... legyen nekik egészséges, állítólag kislányt fog szülni. Mit főztél ma, Zoli? Én semmit. Semmit, jó sósan. Ott butha fej, tudnátok mi a jó. Ja, az butha fej. Jól vagyok, voltam dolgozni ma. Állítólag lánya lesz. Hát Isten áldja őket. Akkor a, most a Henrikem a másik oldalon. Aki a Berki szülés kíváncsi, lépjen innen ki, ne azzal foglalkozzunk. Köszönöm, Zsúzikám, de jó, hogy nem hallani az édes ki a nyilvánosokat. Berki Krisztián végignézni Mazsi szenvedés. Hát ja, hűha, nagy dolog, mennyien szülne. Zoli, szeretnétek gyereke? Persze. Jó, minden. Na jó van. 206-an vagyunk. Ó, Berki, Magyi szül, akkor már nem is eszünk holnap. Nem bizony, de még ma se. Hol érdekel engem? Két zsuzsi van, csak úgy dulámos vagyok. Na, mi van, Valentin? Az jön, semmi. Veled? Zoli és Tina, mint egy családtag, olyan vagyok nekem. Hello, most jöttem. Szia, Anikó. Hol van Tinus? Szedi nekem a kaját. Tényleg itt vagyok élőbe. Csatlakozás szíves. Én azt felmelegítem. Beállazom, ez már nem sok. De eszel velem? Nem. Nem eszük veled. Miért? Mert most ettem két szelet pizzát, vagy hármat. Nem is tudom. Meg a sok édesség. Tegnap, hogy levest teszel, Zolika? Igen. Jó. Szia, Zoli, köszönöm a Facebook visszaigazolást. Igazán nincs mit. Mit fogsz enni, Zoli? De jó, itt látom a tévén is, gyerekek. Dikesz, figyelj. Szedjen nekem, légy szíves. A párom bent van szülésnél, meg tolmás, meg a szülésnek kíváncsi lesz a szülés. Majd mindjárt megmutatom nektek, hogy mit fogok enni. 207-en vagyunk, Tina. Na. Hello, sziasztok! Lássátok magatokat? De jól néz ki így a kép, nézd meg! Jó. Azt nézd meg, Tina! Figyelj! Igen, kettő Zsuzsi, én vagyok az egyik. Zoli, sokan megismertiteket az utcán. Hát nem nagyon járunk az utcán, mindenhol autóval megyünk, de ha megyünk valóban, akkor mindig, igen, valahol. Ott vagyok a tévében. Látod magad, Benni? Ott vagy. Ott vagytok, látod? Milyen nem jó egy okos tévé? Ja. Yeah. Tegnapi maradék. Na már csak annyi marad, gyerekek, hogy lássátok. Tudd majd, hát mert te csoda. De te nyúlkálsz bele, akkor miért nem teszed vissza? De jó. Nem értem. Úgyhogy Rita, most a maradék az enyém. De
Nem úgy két Zsuzsi látok égetni, mert Gertner Kardos Zsuzsát is. Igen, mert kettő telefonja van, jó megy a Zsuzsinak. És mind a kettőből néz. Jaj, de megenném. Hát, ha jól viselkedtek, megosztom veletek. Jól néz ki az a leves. Csészébe. Jó étvágyat, Zoli, köszönöm. Unatkoztok? Nem. Nagyon tolod most ezt a béres cseppet, hál' Istennek. Menjél már innen! Most erre mit mondjak? Persze, csak meg ezt is. Láttad, tegnap is küldtem neked a izét, a sütinek a felét. Tina, miért szedsz vitamint? Hát csak úgy. Olyan nagy formán. Ez olyan kérdés, hogy miért eszek levest? Már éhes vagyok. Benne olyan vas... Mennyi? De Zoli, várjál! Oh. De jó! Szoszi van, hello! Szoszi van, Anna Mária! Na, 20 óra, Tina. Jó forró legyen. Aha. Vigyázz, Tínus, a béresen, mert olyan étvágyat csinál. Tudom, észrevettem. Tényleg éhes vagy tőle? Igen. De amúgy vettem be 3 vitamint, vegyek még be, már nem kell, nem? Elég 3. Egyet letoljak. Hozd meg, Zoli, a maradékot te az éhezet. Te is így el, csinálok neked. Majd is. Utána, majd én itt, majd én csinálom magamnak. Akkor itt van magamnak. Is, szedjed, jó? Kapol. Tina, jó ez a béres cset? Hát nem tudom. Még, gyerekek. Jó, hát de jónak tűnik. Jó. Már annyira nem vagy fáradt, nem? Vagy fáradt de vagy még? De még. Jaj. Tú, most ilyen vasízű lesz, azt tudod? Na mindegy. Tina, az a málnás vízfincsi? Melyik? Ez a kollagénes. Ez nem málnás. Eper, Mentalike, köszönöm szépen, Domestos. Ja, itt vagyják. Hú. Én is szedjem a béres cseppet, de így be vagyok hízva, nem megy a diéta valahogy most nekem. Hú, én azt hagytam abba, mert fél disznót is megettem. Ja, tudom, tényleg? Ma én is nagyon sokat ettem. Őszinte leszek. Mi? Most komolyan berkéket nézitek? Dehogy is, Csilla! Ki, de miért? De miért? De ha nézzük is, miért? Miért? Engem nem bántottak személy szerint. Hát jó, hát engem se. Hát na azért. Ki nem vagyok kíváncsi, de... Nem főleg a szülésükre. Nem. Hát jó, én ezeretet azért nem fizetek, de ha fel lehet megnézni, nem tudom. Gyerekfokrém ízű szerintem. Dehogy is! Tina, ha A-vitamint szeretnél szedni, a Biotekus női vitaminja tartalmaz A-vitamin. 5000 forint. Kértek gumicukrot? Van többféle. Van, köszi. Én eszek, Tina, ha marad. Kérdez? Kérded, ha már kérded. Jó, forró, még van egy kicsi, kiszedem neki. Nem eszel velem? Nem. Szétdurranok, he! Annyira jó vagyok lakva. Ó, mi megetti egy szelet pizzát? Hát nem egyet azért, vagy 3-at. Kiszedem a sűrűjét, jó? Ja, ez a kollagénes üdítő, gyerekfokrém íz. Hát... A gyerekek, vissza térünk ide. Tegyek bele ilyen csípőset? Igen. Hol lehetek? Hát ott. Itt? Megengeded? Meg. Jó, hogy máma takarítasz. De aranyos vagy. Megengedi a Tina, hogy itt tegyek. Tessék. Ah, köszönöm szépen. Nem kevés. Kiszedted az egészet? Hát nem az egészet, van még benne, de vigyázz, mert forró. Tettél bele erőset? Tettem. Na gyerekek, akkor jó étvágyat mindenkinek. Jó.
amúgy jó ez a leves. Nyami leves pizza, micsoda vacsora, jó, igen. Van itt köszönöm minden. Szépen. Csak szét kell nézni. Van itt minden, gyerekek, jó étvágyat, Zoli. Köszönöm, mennyire bírod a csíp? Annyira nem. Szeretem, ha csípős, de nem szeretem, ha erős. Egyé majd én olvasok. De itt van ez a... Megpihenne, ha nem. Mit? Most nem mindegy, melyiken olvasol? Hát most nem mindegy, neked se. Hát de most itt mit látnak, ha így eszel? Most miért ment el a tévé? Én leelnyomtam. Ja. Gazdagon? Igen. Gazdagon. Ah, jó, meleg. Aki nézi a live-ot. Forró lett? Lesz majd új heti sorozat TV2-en. Zoli, nézd meg a képet, amit Tinának küldtem. De hova? Jaj, de jó asszony vagy, Tina. Hát ne is mondd. Hát azért van itt. Jaj, ez a gyerek. Szól sokszor olyanokat, hogy az agyam eldobom. Jaj, gyerekek. Úgy jól laktam, hogy moccani se bírok. Hát ebben semmi csípős nincs. Pedig beleraktam egy nagyot. De amúgy van a csípős paprika, miért nem azt teszem bele? Az jó. Víberen láttam, most néztem meg, nagyon szépek vagytok, Zsuzsi. Jaj, de jó asszony vagy, Tina, jó itt vagyok, kívánok. Nézem a Ninja Warrior. Piroskám, hol vagy? Tényleg, a mami hol van? Anyu, sincs itt, hagyd egy kicsit, hagyd ülepedjen le, Tina, aztán már lehet. Nem kell. Három szelet pizzát megettem. Nyomja is a beleimet, a gyomromat. Beleidet. Zsúrcim, puszi. Ezért nem szeretem a pizzát, mert olyan nehéz nekem. De amúgy nektek nem. Tényleg nagyon jól áll a zöld szín. Hát, köszi. Mi van, Milán? Mi a helyzet? Látom, itt vagy te is. Szoszi van, Milán. Csefacs. Hogy kell arra válaszolni? I am fine. Tina, igyál vizet pizza után. Hiába. Ezért nem szeretem a pizzát, már látjátok? Most már nézi is. Na jó, ízével van töltve. Szia, Tina. Szia, Mesi. Holnap én is finom valamilyen leveskét főzök, egészséges, Tina. Igen. Szia, Tina, Zoli. Bérestől nehéz a pizza, Tinus. A béres cseptől? Nem tudom. Vagy mi? Nem tudom, de úgy nyom. Jó így feküdve most. Hát lehet, akkor leállok ezzel a béres cseppel, hogyha hízni fogok tőle. Amúgy. 245-en vagyunk. Na látjátok, itt is megtaláltok mindenhol minket. Jövőre még a nagy ősz lesz, vagyis a premier. Nagy ő. Igen, Tinus, a béres csepp. De ettől Zsurci fogok hízni. Mert én annyit tettem ma. Nézzék, nem hiányoznak. De nagyon, nagyon most már. Vegyél be eszpumizánt. Nincs itthon. Nem tudjátok, a béres cseppet gyerekek is szedhetik? Szerintem igen, de azoknak külön. De meg kéne kérdezni. De hogy fogsz hízni? Lemozgod úgy is, Tina. Futkos jobbra balra teszed a dolgokat is. Sajnos fogsz, igen. Á, nem áll. Hát akkor leállok. Holnap én is levest főzök, egészségedre, Tina. Köszi. Hány kiló vagy? 62. Fogsz ám hízni. Na, akkor befejezem ezt a béres cseppet, de komolyan. De miért hízol tőle? Nem tudom, de miért hízol tőle, ja? De vitamintól hízol? Szerintem van benne olyan izi, amitől hízol, ja. Hát akkor ez nem jó, gyerekek, nekem. Ezt akkor ajánlom soványoknak. Ma már korán reggel ettem, vagy nem? Nem is tudom. A béres cseptől nem hízol, csak étvágyat csinál. Hát most az... Na. Hát most... Oké. Az egyenlő. Látszik meg rajtad, hogy annyi vagy, Tinám. Hát...
Azért még a hasam még mindig lapos. A román nem tudja jelölni, fészen megjelölsz. Nem tudlak, sajna. Igen, mert csúnyi étvágyat csinál. Egyik ismerősömnek a kislányának ezt írták fel, hogy étvágya legyen. Ha? Ezek a vitaminfajták étrend kiegészítők, mint étvágyat csinál, nagyon viszont a mamám 20 éve szedi, jövőre lesz 90 éves, és hála Istennek egészséges. Az kemény. Hát biztos, hogy megerősít az immunrendszert, amúgy szerintem. Hát de jó van, de hízol. Ha. Lenkei vitamint ismeritek? Én nem. Ma volt az első forgalmi vizsgám, sajnos nem sikerült nagyon. Nem baj, majd a következő sikerült. Gyakorolj sokat. Ha van lehetőséged, menjél úgy is vezetni. Zoli, bejött, nem lehet kötni, olyan aranyos vagy mindenkivel. Köszönöm szépen. Szerintem B-vitamin van benne, és ez a miatt megy a kiló, mert a B-vitamin hízlad. Hát a jó Isten se tudja. Zoli, a szedi nagyon jó. Lenkei. Tina, miért szeded a béres cseppet? Hát mert kell vitamin, mert mindig fáradt vagyok. Ezres vitamin az elég szerintem. Hát én abból kettőt szedek. Román, nagyon csinos vagy, nem híztál. Olvasd már el az leírást a dobozba. Béres cseppben vannak ásványi anyagok, vannak semmi vitamin. Csak C-vitamin szedje, mert a béres csepp a szízlal. Folyton ennék amúgy nagyon jó csedeszer, a C-vitamint kell hozzászedni. Azt szedek hozzá. Köszönöm, Latvika. Szedek most hozzá. Vasat szedj fáradékonyságra, a legjobb. Én ezt nem is látom. Magnéziumban szedje, nagyon jó folyékony. Nagyon sokat szedtem. Nekem mi állt le a csepp, vajon? Igen, szerintem is a vas az megfelelő. Szoszi, Zoli. Semmi, Ágnes, veled szoszi? Nem tudom, nekem megállt a csepp, gyerekek. Indítsd újra. Jó étvágyat, köszönöm. Azt írja, minden üzenet látható. Van egy dislike-od. Sziasztok! Jó ét nektek! Szia, neked is! Nagyon beleg a csepp. Nagyon jó ez a csepp, de étvágyat tud csinálni. Nem román ki, hogy örülök, hogy megismertek titeket. Mentem ma dolgozni, persze. X-elt ki, és aztán vissza. Aha, most már megvan. Ritukám. Dolgoztál, Marita? Amúgy ki mit főzött? Nem tudom, holnap mit főzzek. Annyira unok már minden kaját, gyerekek. Nem tudom. Tényleg, mit főzünk holnap? Mm-mm. Adjatok már ötletet, gyerekek. Nem találj kapos ütemény. Tínos, egyszerre szívunk. Jól van, zsurcikám. Kocsonya. Nem hát szerintem. Jó a kocsonya amúgy. Szeretem azt a bőrös húst benne. De én azt nem eszem kenyérrel, meg törött paprikával. Brassói, Tinám? Hát... Rakott tészta. Székely, jaj, az is jó, káposzta. Rakott tészta. Székely káposzta. Log a kezünkbe az ájkosz. Hétvégén meg marha pörkölt lesz knédlivel. Nem tudom, ismeritek-e a knédli, de biztos finom. Igen. Tina, tegnap jó volt látni, hogy te is vezettél. Szoktam vezetni. Amúgy. Rakott karfiol. Hú, borzasztó, minden kitalál, mit főzöm az ember. Ne is mondd, hallod, ez pedig nincs gyerek, de mégis. Dolgoztam hatig, holnap meg rövid Zoli szülinapja. Az szép, bulisztok. Isten éltesse előre is a kedves férjedet. Maradékot hagyjál nekünk. Spenót főzelék, jó vas tartalma van. Én szeretem a spenótot amúgy, Zoli nem. Jó fokhagymásan, krokettal. Tina, az előbb mondtad, mit főzöl. Hát, de még ezt meggondolom százszor. Hogy én mit főzök? Tina, szedjél nanit, a szükséges vitaminok bent vannak. Áfonyát szívok, te miért? Én is áfonyát szívok, zsurcikám. Én is. Ez a legjobb szerintem, ez az áfonyás.
Rakott humpli, sóskamártás, nem tusival párizsa. Sóskamártás, de jó az. Amúgy van itthon sóskám, már fagyasztót teletettem. Sziasztok, megvettem az aprítót és a mérőkanalat is ma a Lidőben. Na, jó van, ügyi vagy. Volt mind a kettő? Szerintem is. Szerintem az egyik legjobb. Szerintem. Tina, tudsz valami jó garnélás receptet? Fú, hát majd csinálok valamikor tésztát. Hát most így nem nagyon szoktam így garnélát főzni. A lényeg, hogy jó fokhagymás legyen. Meg legyen rajta ő szerintem tejszín. Zsemle felfújt. Az mi? Igen. Tina, kérdezhetek valamit? Persze. De egészséges a sóska, Istenem. Meg finom is. Viszek tortát a túlpartra. Majd megyünk a izébe, tudod, kiállunk a kerítés elé. Ja. Azt ilyen maradékokért. Mit főztél, Tinám? Én semmi, tegnapról maradt egy kis leves. Gofri. Merre van, Tinám? Üdvözlöm nektek, nézzél tovább csendes nézőként. Tejber is. Amúgy gondolkoztam, hogy majd az Alinak mondom, csináljon tejbe grízt. Na, csinálják neked? Ezt olyan jó meg tudja csinálni a tejbe grízt amúgy. Szóljál! A nani almaecet és sok vitamin van benne, negyedik dobozzal szedem. Az a lissza! Mit? Amúgy az Ájkosz hogy működik? Hát az Ájkosz úgy, hogy van egy cigi. Ide fekszek, jó? Oh, gyerek. Tina, beszélhetek veled privátban? Írj rám! De erős ez a valami. De azt ugye keveset tettem bele. Holnap spenót tükörtojás, főtt krumpli. Jaj, de jó. Ja, nem. Az. De így. Jó. Jó a zsurci. Szeretem én is. Kis fokhagymása. Nem jó zsurci, nem jó. Jó, gyerekek, kidobom ezeket a... Én holnap kolbász sütök. Az jó. Grízgaluska receptet tudnál mondani? Valamelyik izénben van egy grízgaluska recept egyébként. De jó, ide lehet írni Zoli főnök. De jó. Dikasztár, de szeretem. Dikasztár. Nincsenek itt, Szandi. Lent vannak Balatonon. Jaj, nagyon hiányoznak már nekem. Zolika az isteni, ugye Tinus? De hogy is, Zsurci? De nagyon jó. Jó, amúgy minden kaját el lehet finoman készíteni. Na, az igen, Belinda. Párizsias rántott hússal. Ott, ő az én az emberem. Ja, az is jó. Mi nem is nagyon szereted a párizsias hús. Dehogy nem szeretem. Ami ilyen tojásbundában van. A múltkor csináltam, azt mondta, ja, mert az azt nem te csináltad, bocsi. Jaj, tényleg. Azt anyukáddal összekeverted. Tina, hogy nincs mostanában főzős live? De, vannak. Csináltatok Zoliról, meg Tináról ilyen kis plüss figurát. Ja, ilyen kicsiket. Szia, Milán. Ja, gyerekek, úgyhogy ennyi. De ide is majd tegyél moderátorokat, Zoli, mert nincs. De nem tudok még, amikor normálisan nem tudok izé live-ozni. Mert itt hiába megyek rá az emberek tevére, nem tudok semmit hozzáadni. Ja, vágom. Vágom. Mikor mentek farkiékért? Hát holnap megyünk, szerintem. Sült hús, krumpli püré, párolt zöldség. Jó, az is. Már 3 éve szedtem a bérecseppet, egy dekát nem híztam. Nagyon jó a csatorna, imádjuk. Köszönöm szépen, Ágnes Hegyi. Örülünk neki. Sziasztok, mióta megy a live, Zoli? Hát már egy órája. Tényleg? Szoszi van. Szia, Anna Mária. Nincs semmi veled, Szoszi. Mit csináltatok ma? Dolgoztunk. Azt ennyi, itthon takarítottam. Gondolkoztam, hogy holnap sütni kéne valamit, de nem tudom, hogy milyen sütit. Indulok azonnal, akkor vigyem őket haza. Nem kell, Zsuzsi. Dehogy már te szaladgál, majd megyünk. Vagy nem mehetünk? Szóljál. Mást vársz, más vendéget? Megértőek vagyunk. Jó, Istenem. Rakott karfiam is nagyon finom. Az is jó, igen.
gulyásleves fánk. Hát most nem kell leves, most már... Tina, hát hatlaposat csinálj. Hú, Tina, lájban nagyon sajnáltam azt a kislányt, aki még más is, ahogy láttam, mert pár ember kicsit durva volt. Nézi valakit a nyerő párost? Nem tudom. Most valamit kiírt. Megy a live? Megy. Zoli, kicsit borsos kedvedben vagy ma, ahogy látom. Jaj, dehogy is! Tettetek már malac tartót? Persze! Fú, de undorító! Én már ettem. Sült oldalas zsírjába összeforgatott krumpli párolt káposzta. Isteni! Anyukám ma azt főzött. Nem kő. Káposztás tészta. Hát azt szeretem. Az jöhet. Malac tartót nem kérünk. Köszönjük szépen. Mi bajod van azzal? Ma undormányos. Azért hónap azt főzök. Malac tartót krumplival. És honnan veszem malac tartót? Hol vannak a kutyák? Nyaralnak. Nem, hogy mi nyaralnánk, a kutyák nyaralnak. Igen, én is nagyon megsajnáltam a leányzott, remélem valamennyit tudott pihenni. Na, az undorít az, hogy de azt nem enném. De melyik lány? Írjátok már le, hogy melyik lány. De most mi van? Most szoszi van, írjátok már le, hogy most mi van. Nem tudom, melyik lány. Igen, én is megsajnáltam a leányzott, remélem valamennyit tudott pihenni. Én ma resztelt májat készítettem. Az jó. Ja, akinek meghaltak a szülei. Ja, értem. Ja, tudom, igen. Akkor mondja Tina, jó is az. Akinek meghaltak a szülei, igen. Meghalt az apukája, anyu. Én akkor hol voltam, amikor ez a live volt? Az a lány, akinek meghaltak a szülei. Ja. Én nem tudom, szerintem én akkor valahol el voltam ájúva, vagy nem tudom. Éhes voltál biztos. De szépen, mama, megöllek. A csomi bontásnál. Ja, én akkor nem olvastam a izé live-okat, vagyis a live kommenteket, akinek egy hét alatt haltak meg a szülei. Isten nyugtassa. Ó, szegény. Fú, gyerekek. Tegnap, mikor a csomagot bontotta, akkor én azért nem láttam, aha, értem. Őszinte részvétem. Tegnap volt a csomagban, sziasztok, Evelyn Tóth volt az. Mi, hogy emlékszel, mi dupa? Én nem vagyok rossz indulatot, de ahol lássák, sok olyan ember van, ott vannak olyan emberek, akik rossz szándék miatt is képesek sajnálni magát, jártam már, én is elhittem. Amúgy igen? Igen, tudom. A múltkor is volt a live-on. Nem kell amúgy elhinni mindent, tehát reméljük, hogy csak viccelt, vagy valami. Az anyukám, meg az apukám, de csak nem igaz. 16 éves. És Zsurci leoltotta meg egy nő, hogy nem érdekel senkit, mert egy pozitív live akart lenni. Sziasztok, szép estét, hogy vagytok? Vissza. Na hát reménykedjünk, hogy ezt csak kitalálta, és nem igaz, de hát csak, ilyennel csak nem viccel az ember, gyerekek. Hát amúgy elhiszem, hogy viccelnek ilyenek. De ilyennel, hogy igen, a szüleim igen. Meghalnak. Hát semmiből nem mondanám, nem vagy viccből se. Vannak sajnos ilyenek, igen. Kutyusok, hogy a Balatonon vannak. Hát lent hagytuk őket egy picit. Nem szabad sok mindent elhinni. Ki tudja, hogy így Valentina, jól mondod. Szép a neved. Volt már példa, aki hozzájött, hogy meghalt az anyukája. Hát, jaj, már mi is találkoztunk olyannal. Igen, hát azért is elég undorít, hogy ilyet írnak a szülőkről. Há, hát hogy ne? A múltkor meg egy 13 éves lány írta, hogy ő terhes, meg el kell vetetni, meg ilyenek nem is volt igaz. Ja, ez azt is nagy sajnálta, Tina meg izé, így segít neki, meg van úgy. Vannak ilyen betegen. Ja, az nem is volt igaz, utána kiderült. Közben meg élt és virult. Nem tudjuk sajnos. Kiszűrhetetlen amúgy, hogy ez igaz-e vagy nem. Szerintem. Nem kell a tévé, ha ti vagytok. A múltkor, akinek kétszer halt meg a gyermeke, mégsem volt az orvosnál. Ezt nem értem. Oké, azért, mert lehet hazudni, lehet nem azért, ott van, az is baj, lehet igaz, azért nem szabad bántani. Hát nem, persze, most nem bántsuk. Hát de most nem bántott. Csak hogy vannak olyanok, senki. Akik hazudnak. Most... De mi, Baby Bo? Ki mondta, hogy bántotta őt bárki is? Zsuzsi, Mézi lába jobban van.
Nekem mennem kell, puszilunk titeket. Szia, szia Tibikém, köszi, hogy itt voltál. Ha belegondolok abba, hogy a kislánya fiammal egy idős, basszus, még szinte gyerek is már szülő nélkül maradt, nagyon sajnálom. Én is, igen. Hát igen, mesikém. Igen, ha az igaz lett volna, akkor nem live-ozik, az biztos. Hát igen, amúgy. Na, ott a pont, Zsurcikám. Jól mondod, Zsurcikám. Ha nekem meghalnak a szüleim, az, hát egy föl... Feliratkoztam. Az... Köszönjük, köszönöm szépen, Ildikó. De hogy tudnák én live-ozni, gyerekek. Apukája rákos volt, az anyukája meg covidos. De hát, na, hát volt aztán lehet, nem tudom. Volt egy hazudt a szívbeteg a gyereke, és nem volt baja, ilyen is volt. 5000 forintért ilyen hazugságokat talált ki. Senki nem bántott senkit, így van. De azért mondom, hogy senki nem bántott itt senkit. Hazugság rossz tanácsadó. Hát reméljük, hogy... Tehát ilyennel én nem viccelődnék, gyerekek. Jó mondod, Milán, a hazugság rossz tanácsadó. Ügyes vagy. Hát vannak ilyenek is, hát most gyerekek. Nem ítélkezhetünk senki felett. Nem tudjuk ki, hogy... Hát persze. Fel. De ma nagyon sok ember live-ozik, vagy videózik. Frissen a haláluk után. Hát, hát igen, sajnos. Soha nem szabad ilyen nem viccelődni. Szeretlek benneteket nagyon, de nem léptem volna be, azt tuti. Hát igen, igen. Hát hogyne, egy ilyen esetnél soha nem szabad ilyennel viccelődni. Nem rád mondtam, Tina, nem te. Ja, tudom, oké, baby bó. Vannak betegelmény emberek sajnos. Hát nem vannak, igen. Nem is lá... Igen, én nem látom. Vagy csak azért, hogy a figyelem ő rá menjen, érted? Ezt most ilyen is van. Egy perces hírnév. Ezt úgy hívják. Mai világban nem szabad naívnak lenni. Hát igen. Sziasztok, hogy jól vagyunk. Köszönjük szépen, Vanessa. Á, gyerekek. Most aludnánk egyet. Én is amúgy. Ma nézte a Tina a vakasszony visszanéz. Nagyon jó volt, nagyon féltem. Ezek nagyon komoly filmek voltak, megnéztük. De jó, most így a kép már a kamerával videózol. Nem, még nem. A kamerám az itt van. Nem azzal videózok. Jó, de most ki, aki ezzel viccelne, de tényleg. Jaj, sokan. Berki maz is szül. Igen. Kisfiam ide futott és kiabált, hogy sziasztok. Szia! Lehet, hogy dolgozza fel a gyászat, egy idő maradt és így keresett megnyugvást. Nem, még nem igaz, akkor sem sajnálom, mert nagyon beteg. Hát igen, tényleg Melissa live van. De nem tudja senki, hogy igaza. Hát igen. Meg is zavarta a boldog perceket tegnap ezzel a bejelentéssel. Hát, nekem rosszul is esett. Hát. Tényleg van ilyen film? Mindig azt mondták nekem, hogy vakasszony visszanéz. Tényleg van! Ma nézte meg a Tina! Ma néztem meg! Zsuzsi motta pont. Ma nézte meg a Tina, én félig, utána mentem ugye, elmentem a kameráért. De ő nézte tovább. Végig nézte a Tina? Végig. Mi lett a vége? Hát, hogy a csávó... Végleg megvakult? Nem, visszakapta a szemét, azt megint megvakult, azt megint visszanézek. Úgy volt vége. Sajnos Zsurcikám, mert nem tudott veletek együtt örülni. Tina, mi a kedvenc parfümöd? Hát ez változó, köszi Málnácska. Én is rákerestem tegnap este elhangzott filmekre Google-ön, és nem nagyon találtam meg őket. Köszi az infót, megnézem én is. Tinuska, te egy szép nő vagy, puszillak benneteket. Köszönjük szépen! Az kotat. Itathatatlan bor. Tényleg, ma egy nagyon komoly filmet néztem, gyerekek. Na milyen volt? Nem tudom, mi volt a címe, de nagyon jó volt. Az a börtönös? Aha. Te mi lett a vége? Bevitték a fiát? Hogy kiengedték? Nem. Kiengedték őt, és visszament, és agyonverte azt az embert. A fegyőr. Azt a fegyőr? Igen. Azt a meleget? Igen. Szeretitek a horrorfilmet? Igen. Én ennék tiramisút. Jó is az. De most van valami új horrorfilm, azt mondja Mari, valami fűrészes, vagy micsoda. Meg pénzrablást láttátok már? Én nem. Nincs Netflixünk. Amúgy is azt mondják, tiszta kamu ez a Netflix. Ó, gyerekek. Küldök nektek egy szívecskét, jó? Na. Ez nekem megmutassa?
Tina, mit kaptál, tettél bele? Nem, mert ma még nem voltunk, és ma nem mentünk a boltba, majd holnap. Nem kaptam szívet. De elküldtem. Akkor... Hova, tiramisú, Isten, imádom. Én nem tudom, mit ennék úgy most őszintén. Nekem van Netflixen, tele van feliratos filmmel. Hát akkor meg minek az úgy? Nem jönnek meg a komik. A mögötted lévő párna fordítva fel a kanapén. Ja, tudom. Én a Likas Retro életét néztem, láttátok már? Likas Retro? Igen, láttuk. Sorozat. A Likas, Lyukas Retro. Fogyatékos. Nem tudom. Na, örülök. Nagyon jó Netflix pedig. Mesikém, jó, mert minden rendben van, nekem lesz még tovább, majd Tina leírja a privibe. Sziasztok, szia Melinda! Aj, gyerekek, 9:45 van, mindjárt mehetek dolgozni. Két szem jó horrorfilm. A szem kettő. Sziklák szeme. Ú, ez nagy hülyeség a sziklák szeme szerintem. Ja. Ennyi komment. És akkor mi van, Tina? 240-en vagyunk, Tina. Mindjárt lenyomom a csatornádat. Jó, a Netflix csak tele van felé. Hát ja, az a baj. Meg amúgy azt mondják, hogy nem olyan sok jó magyar film van benne. Feliratos, az a baj, sok. Meg a Hideg csontok jó, is jó film. Azt nem tudom, melyik a Hideg csontok. Nem jönnek meg a izék, de miért? Nem tudom. Mindjárt én is megyek éjszakára reggel 6-ig. Ó, tünde. Török sorozott ilyenkor menni. Párti vagyok. Hát igen, Zsurci. Netflix pénzen. Aj. Jól vagyunk, köszi sajnálom, de ne feledd, mindig csak pozitívan. És az a baj, ilyenkor lefekszel, és vége. Tegnap is olyan álmos voltam, mondom a Zolinak már, hogy menjünk már haza, mondom, én már nem akarok itt lenni. Kitartál, Zoli, köszönöm szépen. De hát menni kell, gyerekek, jön a karácsony. Tinának menni kell valami, 500 forintig elmegyek. Csoró, nekem nem kell 500 és semmi. Akkor majd te is annyi éppaksz. Engem nem kell semmi. Aha. Megvan mindenem, hál' Istennek. Nekem is megvan. De 500 forinté te is választhatsz valamit. No, jó, az nekem. Mit venni 500-ból amúgy? 500-ból egy autóillatosítót vegyél nekem. Tudtam. Szinte gondoltam. Ennyi. Mit két, Tina, mész a férjeddel dolgozni? Igen. Tina, jössz olvasod fel? Még a könyvet? Igen, olvasom. Mész a férjeddel dolgozni? Hát jössz ma velem? Nem tudom. Nem ja, hiszem. Már nem tudja, figyeld. Előbb jön, most meg már nem tudja. Ma már a tévébe karácsonyi hirdetések mentek. Sziasztok. Ti mit vártok a karácsonyba? Karácsonyfát. Zoli, kell neked egy új gatya, ami nem likas. Hát majd megvallatom. 500 forintért egy autóillatosítót kapsz. Ja, igen, igen. Tina, köszönöm a receptet, Vicsisbe. Becsavartál kecsapot tésztába és tettél a sajtot, én sajtot nem, hanem szezámagot tettem rá, mert sikere volt, köszönöm a receptet. Nagyon szívesen, Málnácska! Sziasztok, régen írtam, dolgozom, takarítok, a kolléganőm elkezdett furkálódni ellenem, én ezt nem bírom, holnap kilépek, ilyen emberrel nem tudok együtt dolgozni, vélemény. Ahol nem érzed jól magad, azt már megverte a jauisten. Egy percet ne maradjál ott, vagy esetleg amilyen munkahelyre nem úgy mész be, hogy ízi, hanem... Vagy próbáld megbeszélni, egy esélyt adni ennek az egésznek. Ja, most én is lehet ízélek, hogy jaj, most dolgozni kell menni, de én nem azért csinálom, csak lusta vagyok. De én ott szeretek lenni a munkahelyemen. Én nem úgy megyek oda, hogy na most megint dolgozni kell menni. Ezek vagyunk mi a film címe, Koronírus Oldal, ki van parodizálva. Most vagy nekem nem jön meg a most. A Berki be a hol van? Hát a én csatornámon vagyunk, lehet ezen nincsen. Ja.
Én a karácsonyfát várom, finnunk kajákat, család együtt 50 nap is jön Kevin. Jaj, de unalmas már Kevin. Az ajándék nem is lényeg. Nekem sem amúgy. Én a karácsonyfát várom kajákkal a család. Igen, igen, igen. Engem se érdekel. Karácsonyfa, dísz. Titeket mit motivál minden nap erre a sok munkára pénzen kívül? Hát, Málnácska, hát hogy fönntartjuk ezt a szintet. Hát igen. Ma annyi dolgom volt, annyi félvéletlen, elfelejtettem párom névnapját. Nem lehet, hogy kiengesztelni. Basszus. Feliratkoztam Zoli ide is. Köszönöm szépen, Mónika. Kevin már nyáron is van. Én úgy vagyok a karácsonyi kajákkal, hogy ezt én hétköznap is megcsinálom, hogyha van rá igény. Hát ugyanúgy. Érted, most nem... Én mennyit utazom, hogy dolgozzak, és mégis szeretek már. Hát ennyi, így van, Zsóci. De én meg most veszem észre a Zoli csatornáját. Ja, nem is veszitek, kész, hogy az enyém, mi? Na, várjatok. Sziasztok. Szia, Dominika. Maminak lesz karácsonyi sütis videó esetleg? Lesz. Persze. Hogyne. Hogyne. De tudom, mit, azért egy izét bevenni a Valentina. Na. Egy PS5-öt. Oh! Egy PS5-öt bemenne a belem. Terülve fáradt vagy, gondolom. Igen. Karácsonykor lesz ismétlés. Röszkösetek beterő. Szia, Domi, szoszi van. Karácsonykor szeretet és a család a fontos. Erika néha a kommunikáció csodákra képes. Talán mondva a főnöködet is. Nem tudom. Így, fél tíz. Jó van, gyerekek. Pusztulok fél hattól úton. Most értem haza. Jó. Hol voltál, Domi? De láttam, Domika, az esőben mész kocsit mosni. Majd a pásztor tarhanya. Jó munkát nektek, Nagyzor. Köszönjük. 21-21. Igazából Zsuzsinak egy próbát megér. Hát persze. Ja. Ja. Reggel műszaki. Nem, műszaki vizsgál. Ja, azt hittem, hogy mosóban mész, mert úgy olyan szögből videóztad le. Na, átment a műszakin? Ha nem, akkor tudok ilyen izés műszakit, tudod? De... Mi van? De nem találtak az alvás számot, mert mehettem a város másik végébe a Fiat szalomba, hogy lebontsák a kocsitot. Mario, Zoli, a Nintendo, nem kell ez a PS5. Dehogy, kérem nekem a PS5, mert... Mikor indultak dolgozni, Tina, ebbe a szedbe mész dolgozni. Dehogy! Mert mire kijön a GT6, nekem kéne valami konzol. Csorobolond? Aha, az anyáit vittem. Mert januárban. GTA a legjobb, legjobb játék a világon. Legközelebb is lehetne live itt ezen a csatornán. Lesz, Roland! Majd most mész nem soká dolgozni, Zoli. Tina megmarad velünk. Tina, csinálsz majd főzősütős videóba, beiglit. Kíváncsi vagyok, te hogy készíted nekem. Sokszor megrepett. Persze, fogok készíteni beiglit, hagyne. Persze, sosem. De én csokisat csinálsz, Tina? Igen. Az anyagi háttere nem szabad forró fejjel dönteni. Hát, ja. Mi csokisat fogunk meg, diósat. Mert mi azt szeretjük amúgy. Igen, egy jó beigli. Ja. Kéne... Ha még csak egy lenne, Domi, lehet abból nem egy lesz. Dehogy vagyok, most tettem meg a levest. Ja, tényleg. Kutyikat mikor lehet látni? Hát már holnap, szerintem. Nem viszel minket dolgozni, Zoli? Hát hogy? Most meg kell szoknod itt ezt a csatornán, a live-ozál, Zoli. Hát... Mit ma a sűrű live nem lesz, mert a Tinai live-ozunk. Zoli, neked is lesz főzős videód, ilyen diétás receptek? Igen. Úgy, Zsuzsi, én is sokszor indulhattam volna haza. Ja, lesz pacsi sütés is, Zoli.
Mert... Gratulálok az első sikeres live-hoz. Köszönöm szépen, Melinda. Szia! Nem a munkával van gond, jól keresek, de ez a nő balanc, sok lehetőség van, ők reggel megyek, próbálok beszélni vele. Helyes? Hát így van. Jaj, lesz palcsis ütés is, Zoli. Egyszer próbálkoztam ilyen proteines palacsintával, hát még a fal is olyan volt. Alszol el, Tina. Olyan jó a füle, úgy szeretem neki így ízélni, fogtosni a fülét amúgy. Jó, ne te. Lépjetek ki. Hát menni kell dolgozni. Ki megy helyettem? Valaki elmegy? Tina, elmész helyettem? Igen. Akkor kirúgnának szerintem. Ne! Ezt a balang fejemet ne vegyed! Az még rajtam is kifog, ötből egy talán sikerült. Hú, többet se veszek, Rita. Mit? Azt a proteines palacsinta port. Akármit csináltam, nem sikerült még egy darab se. Igen, de tényleg, még nekem se. Hú. Állandó jelleggel leragadt. Azt még Mora nagy 5000 évettem egy dobozzal. Nem mondom, jó, eszek jó palacsintát, tudod? Pfú. Olyan idegbe jöttem, kidobtam az egészet. Még én proteines palacsintát veszek. A palacsintasütést, hogy feldobod a palacsintát, és úgy fordítod meg. Én megtudom, Milám. A lényeg az, hogy ne száraz legyen a palacsintasütő. Jó alajos. Megnéztem volna, hát... Gondoltad, Domi? Olyan gyeges volt. Amikor ezt a kanítós videót, mikor te tolod? Várom, nagyon ügyes, ugye, Tinus? Mi saját? Takarítós videók. De aranyosak vagytok, én is puszilok mindenkit. Itt vagyok már az eleje óta, csak csendesen hallgatok. De mi? Hol, Zsurci? Hát itthon, takarítom. Én? Ja, hát szoktam. Zoli, te meg tudod azt csinálni? Mit? Akkor jövő héten indul az én csatornám. Leszek a modi. Kis takarítás live tényleg. Zali Max csak autósat mutatja. Igen. Szia, Domika. De most már kis kamerámat viszem mindenhova. Nagyon örülök neki. Meg itthon szépen letesz, amikor elmegyek, és csak rá fogok csatlakozni. Még vécézést is vesz, lehet. Rá fogok csatlakozni, és itt fogom nézni a Tinát itthon. Istenem! Ellenőrzöl, vagy mi? Rágyívök a bűrödre. De igen, de mi nézzük, hogyan takarítasz. Csak valahova el kell dugnom. Ó, ne vegye észre, de jó, kicsi amúgy. El tudom dugni mindenhova. Majd megkeresem én, ne törődjéte ilyenekkel. Jó van, gyerekek. Én szerintem húzok. Jössz velem? Veszek neked Mekit? Nem. KFC-t? Az se. Burger King? Az se! Semmi nem kell. De amúgy valami desszertet tenni. Na. Jó, tejbeglés csinálhattál volna. Ó. Csinálják neked tejbeglést? Most? Aha. Aha. Zoli, figyeld a Tinus titokba. Hát persze. Istenem. Nem tudom, mi figyelne. Tina, menj dolgozni, Zoli, én megyek egy megkért Tina helyedbe. Jaj, de jó lenne. Egyszer a pára munkából hívott, mint hogy dolgozni, erre kapogott valaki az ajtó, nyitottam ki, ő vette a telefont a kezemből. Ho-ho! Hát, na. Van ilyen bicikli. De van tej, ami nem romlott. Van. Még csak romlott tejünk van, vagy mi? Hát annyira iszod a tejet, hogy hetekig ott van a hűtőben. De miért nem eszed?
Hányok, Tina, nem vagyok jól. Na, mi a baj? Én is hányok. Tényleg ezen csinálok ilyen alvós live-ot. Ja, ilyen mikor kapcsolod be, hány fele? Hát amikor jövök a munkából, hazajövök, bekapcsolom. De én nem leszek benne. Na miért, akkor külön alszol? Igen. Akkor csinálsz alsó live-ot. Alvós live-ot, akkor én kijövök ide. Kijövök utánad. Biztos, hogy nem. Sziasztok, szia Cynthia. Na, csinálsz te egy begrészt? Csinálok, igen. Mikor? Hát most. Mindjárt. Sok kakaóporral. Jaj, de nem, mert robbantás lesz a konyhá. Inkább hagyjad. Miért lenne robbantás? Ne. De a nézők előtt én meg levideóztam. Nem. Amúgy se gyakran, mert nem fel akarom venni nézőbe, hogy te csinálod. Én biztos, hogy nem csinálom a tejberíst, grízt. Te csináljál nekem. Megcsinálom, de akkor jössz velem. Hova? Haj, de miért kell mennem veled? Mert ne csak én szívjak, te is szépen. Figyeljük, hogy spotkod néztem, Vitán Csámás volt vendég, nagyon jó volt. Te fogod csinálni. Olyan fejfással küzdök, kiesik a szemem. Amúgy nekem is kicsit fáj a fejem. Én a terhességtől hányok, nem a vírustól. Kutyák horkolnak. Ti olyan bolond vagy. Miért? Nem tudom, késő jönnek meg nekem a izék. Nézed a tiéden, nem? Nem. Le vagyok merülve. Na neked a jó. Jaj, na jó van, gyerekek! Köszönöm szépen, hogy megnéztétek az első live-omat. Nagyon fajnak voltatok. Vagy vagytok, lesztek. Voltatok, nem hallod? Voltatok. Hát igen, hogy itt voltál. Már nem vagytok. Ilyen volt. 250 stabil néző, hát ez nagyon fasza. Jó munkát, köszönöm, és kérem, jó éjt. Jaj, de lusta vagyok. Jó éjszakát mindenkinek. Szép álmokat. Szép álmokat nektek, majd jövök tartalmakkal, ide is, a Tináéra is, úgyhogy résen legyetek. Lesz annyi videó, meg se tudjátok. Tina mész Zolival? Ha tetszik, ha nem. Nem! Akkor nem csinálok neked. Mi, ha nem csinálsz, akkor nem kell mennem? Akkor nem. Ha megcsinálsz, akkor meg mennem kell? Igen. Fú, melyiket válasszam? Kérhetem a nézők segítségét. Na, még annyira maradok, nézők. De látod, az a baj, hogy nem jön meg, csak későn. Olyan várja, rossz ez az oldal. Várjál. Majd ha már normálisan tudok live-ozni a YouTube-on, akkor lesz a jó. De miért nem tudsz? Nem. Miért? Mert még nem engedélyezi. Jó. Hiába van meg az 1000 követőm, még egy kis időnek el kell teljen, hogy azt feldolgozzák, meg mit tudom. Amúgy kikövettel a YouTube-adat. Na most jött meg. Pihenj, menj, ne menjél, Tina. Ne menj akkor dolgozni. Nincs tejbe, papi. Ha ennél, akkor menjél, Tina. Menjél Zolival. Elment Zoli, rendelj valahonnan desszertet. Gute Nacht. Menj Gute Nacht, mami lány. Schlaf gut. Ha valami finom kajcsit, akkor menjél, Tina. Ha nem akarsz menni, akkor ne csináljam. Menj. Zsurcikám, schlaf gut. Na, Sonnenschein. Menjen, menj. Keverj le egy füles neki gríz helyett. Na, Sonnenschein. Menj dolgozni, jó éjt. Jó lesz a meg is. Nem kell neki! Nem, Zolika, csináljon magának, te mész dolgozni. De nekem nem kell. Menjél, Tina. Most vettétek a kikbe egy csomó rákcsát. Tina, ki off. Menjél. Együtt, biztos, hogy együtt vagytok. Én inkább ennék. Hát, én nem tudom, melyiket válasszam. Őszintét most így elmondom nektek. Álmos vagyok, de viszont tennék tejbe. Na, akkor melyik az erősebb? Őszintén. Hány óráig dőljön olyan, mintha már este 11 lenne. Amúgy igen.
Csak fél tíz van, gyerekek, de... Jól mondod. Az éjség. Na? Nem, jól nem egy. Akkor mondod? Aludj egy jót. Alva enni. Az jó. Menjél, alvás. Mennyi. De szemtelenek vagytok. Menjél. Na. Hát igen, mert nekem akkor... akarnak jót. Ja, neked akarnak jót. Nekem... Mivel ez az én csatornám, és persze, hogy ne, azt igen, már nem tehetsz be a csatornádba, innentől fogva. Ó, akkor nem leszel benne, ennyi. Nem fogok benne szerepelni. Nagy cucc. Alvás. Elmegy Zoli, te meg maradsz. És csinál. Ne, de ő nem csinál magának. Maradj, Tina, fődj le szépen a csúcsú. Hát az lesz amúgy. Akármilyen nagy szakács, ízét meg gyerekek, nem tud meg. Gyerekek ölelése gyerekeitektől, Puszi Mézitől és Farkitól. Köszönjük szépen. Köszönjük, neki Puszi. Is. Jól van már, hagyd menjen a Tinám. Jól csirke kapros pörkölt. Jó. Na mennyi, Tina, aludjál. Na jó van, tényleg lépek, gyerekek. Tina, ha rám hallgat, csináltasd meg vele, aztán mennyi egyedül a polát. Persze, mert én is hülye vagyok. Nem egy... Jó, majd, de én nem tudok olyan finomat, mint a Zoli. Nem tudom, mit csináljak. Na jó van, tényleg lépek, mert nem haladok itt sehova se. Fél tíz, sőt, már is múlt. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyerekek, puszillak titeket, jók legyetek, majd találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Itt kell stoppolni? Hogy kell stoppolni így?